Ez az a készülék, amely a legkorszerűbb ultrahangos diagnosztikai lehetőségeket biztosítja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei várandós gondozásban. A József András Oktató Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályán így már a magzat korai elváltozásai és fejlődési rendellenessége is nagy pontossággal kimutathatók, így gyorsabb és pontosabb diagnózis állítható fel, hangzott el a készülék átadó és bemutató rendezvényén. Ez a készülék uniós forrásokból sikerült beszereznünk. A kórház egységben tulajdonképpen egy 50 milliós, közel 50 milliós pályázati forrás sikerült elnyernünk. Ebből vásároltunk kettő darab ultrahang készüléket, egyet a nyíregyházi telephelyünkre, illetve egyet a Mátészalkai telephelyre, illetve Mátészalkára még egy szülés alatti észlelő, úgynevezett CTG kardiotokográfos készüléket is vásároltunk, illetve a nőgyógyászati rákszűrésre szükséges kolposzkópos készüléket. Ide a nyíregyházi intézetünkbe azért van jelentősége ennek a ultrahangnak, ahol a megvásárlásra került, ugyanis itt genetikai vizsgálatok is folynak, itt genetikai szakvizsgával rendelkező kollégáink vannak, akiknek ez most egy nagyon komoly segítséget jelent. Eddig is volt, eddig is jó készülékeink voltak, csak hát ezek ugye elamortizálódtak, elhasználódtak, és most ez egy olyan technikai újdonságot jelent, ami azt gondolom jelen pillanatban a legmagasabb szinten tudja szolgálni a betegeink érdekét. A nyíregyházi kórházban születik a legtöbb gyermek az országban. Tavaly 3553 szülést regisztráltak, ami az előző év szülésszámaihoz képest 150-nel növekedett, mondta el az új készülék átadóján a főigazgató. Dr. Angyal Géza hozzátette, a megyeszékhelyen megvalósult várandós gondozás egyik legfontosabb része az ultrahangvizsgálatok elvégzése a megfelelő időben. A magzati állapot diagnosztikában, a magzati strukturális rendellenességek felismerésében, illetve a nőgyógyászati diagnosztikában a pontos képalkotás alapvető jelentőségű. Itt lényeges kritérium az, hogy pontos legyen, a korszínvonalának lehetőleg megfeleljen az a készülék, amivel vizsgálunk. Ennek a kritérium rendszernek ez a mostani gép mindenben eleget tesz. Szükség is van rá, mert a gépparkunk korábban nem feltétlenül tette azt lehetővé, hogy olyan színvonalon és úgy vizsgáljunk, mint ahogy ezzel lehetséges. A főorvos hozzátette, az osztályon a tavalyi évben megközelítőleg 15500 ultrahangvizsgálatot végeztek, aminek része a szülészeti diagnosztika mintegy 7400 vizsgálata.